A jövő attól függ, hogy mit teszel ma. És ma éppen a Marketing Summit van, és a könyvemnek az egyik bemutatója. Kint vagyunk HVG standdal, konferálok, műsort vezetek, előadás, és ezt majd azon mutatkozom be, így be fogom vágni. Na de miről is szól a mai vlog? Végezd el a dolgaidat, GTD. A legveszélyesebb dolog, amit tehetünk, hogyha csak ülünk és várunk a csodára vagy a süldgyalambra. Olyan ez, mint a maraton, amit elképzelünk, hogy mindig le fogunk futni, de ez olyan, hogyha nem tesszük meg a mindennapi lépéseket, akkor sose fogunk igazából célba érni. De amikor célba érünk, akkor meg pontosan érezni fogjuk, hogy ez sosem történt volna meg, hogyha minden nap azokat az apró lépéseket nem tesszük meg. Igen, mindjárt indulunk, kezdünk. Megvan a mikrofon is. Sokáig úgy éreztem, hogy én nem vagyok ez a hatékony, produktív típus, mint egy ilyen partra vetett hal, aki nem tud úszni. Egy kamera leesés után, szóval ebbe kezdtem beletörődni. Ilyen volt például egy NLP tanfolyam, amit nagyon régen kinéztem, és egy évtizedig halogattam. Aztán tényleg eltelt basszus 10 év, és arra ébredtem, hogy nem csináltam meg, és nem is lehetne akkor megcsinálni, hogyha nem szedem ezt az álmot, ezt a célt külön, és mindig csak a következő lépésre fókuszálok. Szóval az első lépés az volt, hogy rákerestem arra, hogy milyen NLP képzések vannak itthon, külföldön, és mikor megtaláltam, akkor írtam mindegyiknek. Miután írtam, és akik válaszoltak velük, egyeztettem. És ma, 2020-ra elmondhatom, hogy egy okleveles NLP practitioner vagyok, de persze a sok apró lépés vezetett oda, hogy utána beszéltünk, kiválasztottam, elmentem, végigcsináltam, de 10 évig azért nem tettem meg, mert az első lépést nem tettem meg. Indul, kezdődik a program, úgyhogy mennem kell. Szeretettel köszöntök mindenkit a Mastercard Digital Hack teremben. Én Szántó Péter vagyok, én leszek a mai napnak a házigazdája, műsorvezetője. Elindult a konferencia, nagyon izgalmas. Mindjárt én jövök, úgyhogy mivel még nem mutatkoztam, de azt mondtam, hogy be fogom vágni, úgyhogy az előadásomat pont így fogom kezdeni, ugyanis ja, és az ilyen Nietzsche influencerségről fog szólni, illetve arról, hogy hogyan lehet valaki egy márkával is egy jó szereplője az influencer marketingnek, úgyhogy hogy mi is ez a blog, ki vagyok én, ezt megmutatom mindjárt. Sziasztok, engem Szántó Péternek hívnak, és hogyha most találkozunk először, azt kell tudnotok, hogy a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG könyvek kiadásában, a címe Válj valóra, én márka, hatékonyságnövelés és lifehackekről szól, előrendelhető a Lájgunk Galap a link, és akkor elrontom, ezt majd egy vágással fogom csinálni, egy picit közelebb hozom a kamerát. A Lájgomb alatt megtalálható a leírásban, ott van, hogy lehet előrendelni, illetve a hozzá kapcsolódó online kurzusok és produktivitás, illetve én márka témában elérhetőek. Kezdjük el a vlogot! GTD. Pontosan erről lesz szó, úgyhogy mennyire jó, mennyire jó, hogy pont itt a konferencián kiállít a HVG könyvek, és amúgy az én könyvemben is, ami itt van mögöttem, itt promózzuk, abban is írtam ugye a GTD-ről, ami a mai vlognak a témája igazából. Nekem ez volt a megváltás, pontosan olyan arcoknak készült, akik úgy sodródnak a mindennapokba, és kéne valamilyen olyan keretrendszer, amivel sokkal könnyebben tudják magukra erőltetni kvázi a feladatoknak az elvégzését, és maga a GTD abban segít, hogy jól tudjuk ezt az egészet rendszerezni, tudjuk, hogy mi a következő lépés, és hogy el is végezzük őket. David Allen azt mondja, hogy az agyunk nem arra teremtetett, hogy a fele dolgokat észben tartsunk, a másik felét pedig nem.
És ezért teremtette meg a rendszert, hogy a régóta dédelgetett álmainkat apró kis lépésekkel meg is tudjuk valósítani. De mi is az a GTD? Ja, ismerkednek, kutyusok. A GTD tulajdonképpen egy olyan rendszer, aminek az alapja az, hogy bármilyen feladatod van, legyen pici vagy nagy, azt egy inboxba tedd be, kvázi felirod és gyűjtögeted. És mondjuk naponta vagy hetente megnézed, hogy milyen feladataid vannak. És két nagy kategória van, cselekvést igényel, vagy nem igényel cselekvést. A cselekvést igényel, az első kérdés, hogy 2 perc alatt meg lehet-e csinálni, hogyha ezen belül megcsinod, akkor egyből érdemes azzal foglalkozni, és le van tudva. Ha 2 percnél több időt igényel, és több lépésből is áll, akkor pedig nagyon fontos, hogy egy projektet hoz létre. Most mit jelent a GTD-ben a projekt? A projekt az az, hogy több lépése van, és mindig tudod, hogy mi a következő lépés, de úgy nagy vonalakban, amennyire tudod, felírod az összes lépést, de mindig minimum a következő lépést, és amikor majd eljutsz a következőre, úgyis mindig tudod azt is, hogyha még valami túl nagy volt, vagy nem tudtál részleteket, hogy mi legyen a következő. Persze vannak olyan feladatok is, amiket nem mi tudunk elvégezni, ezek a delegált feladatok, a delegációról is rengeteget írok a könyvben, illetve ide kattintva megnézheted az ehhez kapcsolódó vlogot is. Amikor várunk valakire, azt pedig ugyanúgy egy külön dobozba rakjuk meg, illetve hogyha mi nem most szeretnénk valamivel foglalkozni, például nem most szeretnénk a Marsra vagy a Holdra menni, az egy someday, tehát egy valamilyen nap mappába fog kerülni ez az egész dolog. Nagyjából ennyi a GTD, amúgy a könyvemben elég részletesen leírom, de a Google a barátod, David Allen vagy GTD in 10 minutes, tehát hogy 10 perc alatt tök olyan cikkek vannak, de a könyv az első forrás, úgyhogy a like gomb alatt a leírásban azt mindenféleképpen nézd meg. Most meg jöjjenek a lifehack-ek, ha már konferenciának meg úgyis költözöm, akkor nem egy szokásos setupban. Szóval a lifehack-ek előtte egy kis b-roll feeling, hogy milyen a konferencia. Vedd meg a könyved. Jöjjenek a lifehack-ek. Az első nagyon fontos, bár most egy digitális platformon találkozunk, de ott van egy old school, ugye a könyv, és amit a like-gomb alatt a leírásban található linken meg is rendelhetsz. Ezzel a szélszes, nagyon átlátszó promón kívül az az üzenetem, hogy teljesen mindegy, hogy analóg, mondjuk egy könyvben vezeted a dolgokat, vagy pedig digitálisan megkeresed a legtuti projektmenedzsment szoftvert, viszont nagyon fontos, sosem a technikát kell először választani, és majd ahhoz egy módszertant, hanem a módszertant a lehető legegyszerűbb módon tanuld meg, teszteld, hogy mi működik neked, és majd utána a megfelelő eszközt, akár analóg vagy digitális, kiválasztod. És hogyha már a tesztelésről beszélünk, találj ki egy projektet, ez lehet akár kutyasétáltatás is, mint ahogy Siri itt van mellettem, most nem látod, de ha belegondolok, hogy mi egy kutyasétáltatás, meg kell találnom a kutyát, odahívni a bejárathoz, rárakni a pórázt, utána lemenni, sétálni, elvégzi a dolgát, visszamenni, levenni a pórát, kutya megvan, megmosdatni, megfürdetni, és kész. Tehát ezeket is fel lehet darabolni nagyon-nagyon sok részre. A lényeg, hogy találj egy projektet, és teszteld le, hogy mindig legyen egy következő lépésed, tehát hogy meglegyen az a dolog, hogy van egy projekt, megvan a cél, és milyen lépésekben, és mi a következő lépés. Na, lépjünk tovább. Ha ez nagyon bonyolult, akkor ezt is lehet egyszerűsíteni. Például lehet a bevásárlólista módszer, ahol csak egyszerűen leírod azt, hogy miket szeretnél elvégezni, milyen feladataid vannak. Aztán ezt lehet egy következő szintre vinni, hogy mondjuk azt mondod, hogy te most leírod az adott napra 3 legfontosabb dolgot, amit szeretnél elvégezni, és akkor csak azokra fókuszálsz. Erre a vlogra ennyi. Hogyha végignézted és most találkoztunk először, és tetszett természetesen a tartalom, akkor nyomj a feliratkozás gombra, mellette pedig a csengőt is nyomd meg, gyere át Instagramra, a like gomb alatt pedig
megtalálhatsz minden információt, a könyvnek a megrendeléséért, speciális díl, dedikáltan akár kávézhatunk együtt, az online képzésémet, amit ingyen is ki lehet próbálni, vagy pedig egyből belevághatsz a mély vízbe, és beiratkozhatsz, amivel engem is támogatsz. Siri, ide felment. Ezt nem szabad, gyere le. Probléma megoldva. Péntek van, úgyhogy jó hétvégét kívánok, és találkozunk jövő héten, amikor az lesz az első téma, hogy hogyan delegálj, hogyan add le másnak a feladatokat. Még egy kérés, hogyha tetszett ez a vlog, és úgy gondolod, hogy másnak is értékes lehet, akkor kérlek, oszd meg, vagy pedig küld el neki, és remélem még találkozunk. Sziasztok!